Íme egy erdőgazdaság mindennapjai. A Tolna megyében 23 ezer hektáron gazdálkodó Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT egyik erdőrészében vagyunk. Gyulai neve fogalom a vadászok számára, hiszen a helyi dámszarvas állomány világhírű. A talajok szerény adottságai miatt a gyulai erdők ugyan nem vetekednek az előző kettő színvonalával, de amit csak lehet, az erdőgazdaság kihoz a lehetőségekből. 9.42. Meg egy hármas markolás is meg is van. Ilyenkor ő a szemével már keresi a sarangon, kiszámolta, hogy van neki vissza 58, ő már ilyenkor számolja, hogy kijöjjön kerek 10 köbméterre. Na még mennyi? Egy szállat. 18. Két darab 9-es. 19, és akkor meg is van. 1 ilyen lesz, ugye? Igen. Nagyszerű, köszönöm a segítséget. Most kitöltjük a szállítójegyet, ezzel már lesz hivatalos majd a szállítás, mivel végfelhasználóhoz megy a tűzifa, ezért most nem ez kell... Ez tűzifa? Ez tűzifa. Cser hosszú tűzifa ennek a választéknak a neve. Én azért jobb minőségnek látom, mint tűzifa. Igen, de a cserfa az igazából ipari felhasználása nem alkalmazott, nem tartós. Viszont tüzelőnek kiváló. Igen. Szerintem a legkiválóbb. Csertölgyű. Csertölgy a hivatalos neve. Igen. Igen. Picikét lekéstem valamiről, azért nem így kezdődik pontosan a napod. Hát teljesen szokványosan kezdődött a mai napom, és 3-7-kor csörrent a telefon, a fuvaros, a Lándi hívott, hogy szeretne hosszú tűzifát vinni. Ilyenkor megmondom neki, hogy melyik erdőrész melyik depójához álljon, amíg ideérek ő nem rakódik, megvár, míg ideérek, és közösen felrakjuk. Aztán, amikor ezzel végzünk, akkor megyek a további teendőimhez. Na, de vannak ennek előzményei is, ugye? Ezekre a fákra rá van írva egy bizonyos szám, az mit jelent? Ez a fának a köbtartalmát jelenti. Tehát konkrétan a cser hosszú tűzifát ugye egyedi kövezéssel vételezzük. Ez annyit jelent, hogy megmérjük a hosszúságát, ami már termeléskor egyértelmű, hogy mi a követelmény, azt tudatjuk a favágóval, és innentől kezdve, ami ide kerül faanyag, az egyforma hosszú lesz. Csak amint látod, az átmérő, a csúcsátmérője azért nem egyforma, és nekünk az a dolgunk, hogy a csúcsátmérőt megmérjük, egyszerűen lefordítva a rönknek a vékonyabbik végének az átmérőjét kell megállapítanunk. A táblázatból megnézzük, hogy ez milyen köbtartalmat takar, és ezt a számot feltüntetjük a fának a vágás felületére, a bitűjére. Na, akkor most konkrétan nézzük meg, hogy hogy folyik ez a köbözés, mert látom, hogy vannak olyan rönkök is, amire semmiféle szám nincs felírva. Így van, egyetlen egy mágián van itt meg ezen a rakodóhelyen, ami nincs felvételezve, hogy most nekiállunk és felvételezzük ezt. Menjük föl gyorsan, mert el fog ezt kelni pillanatok alatt. Különböző eszközök, amelyek gondolom, hát előre el vannak készítve, nyilván a tempó miatt, hogy ne kelljen annyit számolgatni fejbe. Van nálad egy könyv, az micsoda? Egy rönköböző könyvet tartok a kezembe, ami fafajonként, átmérőnként, hosszúságonként tartalmazza azt, hogy milyen köbtartalommal bírnak ezek a rönkök. Tehát csak meg kell mérnünk a csúcsát. Így van. Tudjuk jól, hogy ez 2,5 méteres hosszú tűzifa, csak a látmérője, a csúcsátmérője változik, ezt kell megmérnünk, és a csúcsátmérő ismeretében ezzel a léccel már okosabbak is vagyunk, hiszen a léccel... Igen, ez már arra készült, a csertölgyre. Már a köbtartalom van már ide feltüntetve, halványan még látszik az átmérő is, itt látod 20-22-24, de nekem csak innen le kell olvasni, hogy melyik tartományban ér véget a rönk, megmutassam, vagy pedig megpróbálod egyedül. Hát jó, én is megpróbálom. Kéreg nélkül, és a közé, kéreg nélkül? Kéreg nélkül. Szerintem ez vagy 19, vagy 22. Ez igazából akkor látod jó, ha pont szemből ránézel erre a részre. Ez szerintem 22. És ez rá is írhatod? Rá is írhatod, hogy 22. 22. Hát ilyen egyszerű ez. Na hát akkor most neki látjunk ennek az egész halm egy hegynek. Igen. A köbözésére. Ezt mágiának hívják. Mágia. Mágiának.
Na akkor lássunk hozzá. Többnek néz ki már, 17-es? Inkább 17-es lesz a 17-es. Na, de mivel nem akarom itt tölteni a teljes napot, nézzük meg, hogy hogyan és honnan kerül ide ez a fa. Ebben a közelben dolgozik egy fakitermelő brigád, egy érítést végeznek, elmegyünk, megnézzük őket. Bejövünk a döntésbe, általában a legügyesebb motorfűrészkezelőknek a feladata a fal ledöntése. Milyen szempontok alapján szabjátok meg, hogy melyik? Az elsődleges szempont mindig az egészségi állapota a fának, azon kívül pedig a gyérítés, ez egy nevelővágás is a nevében benne van, hogy ez egy növedékfokozó gyérítés. A növedékfokozó gyérítés pedig arra szolgál, hogy kicsit több életteret adjunk azoknak a fáknak, amik mellől kivágjuk a kivágandókat. Tehát az erdő az egy életközösség, ami folyamatos harc a fényért, a medvességért, hogyha adunk neki életteret, akkor az megháláljon az a fa, és vastagszik, gyarapszik. Tehát gondolom, akkor az is egy szempont, hogy melyik maradt le egy kicsit a növekedésben. Nem sikerült a fény felé törnie kellőképp. Na, akkor nézzük meg a sorsát ennek a megjelölt fának. Szevasz Zoltán. Jó napot kívánok. Akkor ő lesz az ítélet végrehajtó, ugye? Igen, ő az ítélet végrehajtó. Neki az a dolga, hogy elvégezze a fa ledöntését. Miután ledöntötte, eltávolítja róla az ágakat. Aztán megérkezik majd a közelítőgép, és a fa elindul a munkapad felé. Ez egy nagyon veszélyes foglalkozás. Igen. Ilyen szép sisakunk nekünk is van, ez miért is kell? Hát, hogy a lehulló ágaktól megvédjen, és hogy a hang ne zavarja a fülemet, ne károsítsa a hallásomat. Hát van egy pár decibel, ami igen, kicsit megrúcsolja. Akkor megnézzük ezt, jó? Mi meg jó, rendben van. Az előírt kellő távolságba elmegy. Így van. Jó munkát. Jó munkát. Ki lett vágva a fa, le lett gajjazva, és miért ilyen sima a gajnak a töve? Hát ez a minőségi előírás, hogy palást simára kell gajaznunk a fát. A legfőbb oka ennek az, hogyha majd kiviszik a munkapadra, és berakják a sarangba, a farakatba, akkor gyakorlatilag szépen, tömören össze lehet forgatni, össze lehet rakni. Ezek a kis kiálló kis göcsök nem akadályozzák azt, hogy szép sarangot építsünk. Aha. És ezeket a gajakat, a levágott gajakat, azokat itt hagyjátok? Az attól függ, hogy mennyi fát hagynánk az erdőbe. Ha nagyon sok gaj van, akkor kiadom a lakosságnak. Ha nem jelentős, akkor ebből holdfa lesz, és itt marad az erdőben. Úgyhogy most leellenőrizzük, hogy a munkapadon jól dolgoznak-e. Jó. Az előző mágiákban olyan 2,5 meg 3 méter hosszú rönkök voltak, itt meg méteresek. Ennek mi az oka? Igen, ez méteres tűzifa mágia, illetve egy olyan munkapadra érkeztünk, ahol méteres tűzifát termelünk. Ez az állomány közel sem olyan vastag, mint ahol a hosszú tűzifával találkoztunk, ezért nem lenne észszerű hosszú választékot termelni belőle. És neked, mint erdésznek, itt a végén mi a dolgod? Most a munkapadon vagyunk, a munkapadon kerül feldolgozásra a bevonszolt tűzifa, és itt rakják sarangba, innentől kezdve majd mérhető lesz. Az én következő dolgom, hogy ha már egy munkapad teljesen kész, ahova már nem húznak több fát, akkor azon a munkapadon található faanyagot leltárba veszem, tehát felvételemben. Akkor most oda megyünk. Pofon egyszer.
egyszerű dolgunk van, lemérjük a sarang hosszát, lemérjük a magasságát, és onnantól kezdve pedig egy általunk használt képlettel kiszámoljuk, hogy ez hány köbméter. Ugye a köbméter, az erdélyi köbméter az nem egészen ugyanaz, mint a klasszikus értelembe vett köbméter, mivel nem tömör dologról beszélünk, ha ránézünk a saragra, vannak közte rések, ezért a tömör köbméterhez képest egy 1,7-es szorzót fogunk használni a végén, és így kapjuk meg, hogy a sarangunk az hány köbméter. És milyen eszközök kellenek ehhez? Fogunk egy 30 méteres mérőszalagot, igen. Te a végén oda tartod a sarang végéhez, én megjelölöm 30 méternél a sprével, hogy a következő mérést honnan fogod te kezdeni, hova kell újból raknod a nullát, és akkor lemérjük ennek a sarangnak a hosszúságát, papírra fektetjük és kiszámoljuk, hogy hány köbméter. Jó, akkor kezdjünk bele. Méter és 20 centi. Most ezt leírjuk a felvételi lapba. 10,20, meg egyszer volt 30. 20. Az 40 méter. Most a felvételi lap, ez az alapbizonylata a felvételezésnek. Felírjuk rá, hogy melyik erdő részletbe vettük fel ezt a fát, felírjuk rá, hogy melyik erdészetnél, felírjuk rá, hogy ki volt a favágó. Azon kívül azt kerül még a felvétel alatt, hogy milyen faanyagról van szó, most a jelen esetben akász tűzifáról. Felírjuk a sarangnak a paramétereit, és abból kiszámoljuk a paraméterekből, hogy hány köbméter. Na akkor most melyik a következő helyszín? Meglátogatjuk a közmunkás brigádunkat, akik erdőápolást végeznek. Helyes, akkor induljunk. Már ritkán látni, hogy tarvágással találkozik az ember. Itt az történhetett, ugye? Igen, itt az utolsó tarvágásaink egyike volt még 6 évvel ezelőtt. A szomszédos erdőrészetekben már, ha figyelmesen körülnézel, már láthatod az mind-mind természetes felújítás. Ezzel szemben, ahol most vagyunk, ez egy mesterséges erdősítés. A háttérben erdősítés ápolás folyik. A sor közben kaszával kikaszáltuk a gyomot, illetve a lágyszárúakat. Sarlóval pedig az egyedek között a sorban eltávolítják a lágyszárúakat. Hát nagyon lassan nőnek a fák, mint tudjuk. Mit vártok, hogy körülbelül mikor lesz ebből erdő még egyszer? Hát 80-90 évet biztosan kell várni arra, hogy ebből olyan erdő legyen, mint mondjuk a mellettünk álló hagyásfa. És milyen fák, milyen csemeték vannak elültetve? Ebben az erdősítésben kocsánytalan tölgyet találunk, csert és gyertyát. Hát akkor nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy ebből 80 év múlva tényleg legyen egy gyönyörű szép erdő. Dolgozunk rajta. Köszönjük. Szervusz, Laci. Szervusz, Gábor, üdvözöllek a Présházunknál. Szervusz, Péter. Szia, Laci. Most kérek elnézést, én nekem el kell mennem az iskolába a gyerekekért, majd este csatlakozom hozzá. Remélem, gyertek a többiekkel. Érezzétek jól magatokat. Szervusz, akkor mindenütt. Gábor, örülök, hogy itt vagy, és akkor nekem egy kis vaddisznó ételeket elkészíteni a kemencébe. Aha. Jó? Jó, jó. Gábor, kétfajta ételt fogunk elkészíteni közösen, mindkettő vaddisznóból fog készülni. A lényeg az, hogy az agyagerényekben egy ilyen babos káposztás, ilyen erdélyes hangulatú ételt fogunk készíteni. Csülökkel, füstölt csülökkel, sonkával, illetve ebbe a laposabb tepsibe pedig egy tűzdelt süldő karaj, zöldséggágyon, kis rohogombával, és egy ilyen fekete szedes aszaltszilvás gyümölcsszószal még körítve. Akkor szerintem kezdjük el. Aszaltszilvát kapsz ide a kezedbe, meg a tálcára, és légy szíves. És fel kéne vagdalni? Csak így felezzük, hogy harmadoljuk el őket, jó? Körülbelül. Harmadoljuk. Hát igen, harmadoljuk. Kicsit ilyen apróbra vágom, mert kéne egy ilyen 2-3 maroknyi aszalt szilva ez a gyümölcs szószhoz.
következő teendő, akkor ha megkérhetlek, hogy segítsél, hogy ezt a csülköt kicsit kisebb darabokra még így próbálni nyisztani, jó? Akkor először teszünk bele ebbe a pörkölt alapba, amit a Gábor darabolja a csülköt. Ezt ugye ezt egy sima egyszerű pörkölt alapot csináltunk a vaddisznó szombjából, az kirüleg alulra, ebbe a edénybe, elosztjuk két felé. És ez is egész estig a kemencébe lesz, ugye? Hát ami, igen, egy több, hát ilyen 3-4 órás minimum egy ilyen sütögetés, de megéri megvárni. Persze a kemence az utánozhatatlan ízeket hoz ki az ételekből. Az első étele. Én ezt én lefedem, és félretesszük egy kicsit. Akkor első menetben zöldség? Igen, azt kérem, hogy légyszeres ad ide a kezembe, és akkor így ráöntjük. Csak egy gyors pirítást csinálunk. Ez előző pár órában kicsit megtűzdeltem kis fokhagymával és szalonnával, füstölt szalonnával, illetve éjszaka ez a disznókaraj, ez be volt pátrolva. Itt is az a lége, hogy egy kis pirítást kapjon kívülről, és megy rá erre a zöldségágyra. Így rászoktuk. Kicsit soknak tűnik, de ez össze fog sülni, kicsit el fog belőle a nedvesség párolódni. Így kicsit így ezzel a kis fehér borral. Én szerintem ez így elkészül. Tegyük rá. És akkor most más teendőnk nincs, hogy tegyük be a kemencébe. És még 3 óra. Köszönöm szépen a segítségedet, Gábor. Remélem, most még lesz egy délutáni kis programotok, és akkor várunk vissza titeket a barátaimmal együtt egy vacsorára. Köszönjük szépen, hogy jövünk minél előbb, ha lehet. Hát, szervusztok! Revicki Gábor. Szia. Tóth Hunor. Szia, Revicki Gábor. Tóth Áron. Szia, Revicki Gábor. Mi még már találkoztunk. Na hát itt éltek ebbe a csodálatos környezetbe. Mivel tudtok foglalkozni? Játék szempontjában, mert most látom, hogy leckét írtok. Itt hátul a diófán szoktunk lógni, meg a bálákon szoktunk ugrálni. Szeretünk itt lakni. Hát elég el vagytok zárva, itt gondolná az ember a külvilágtól. Hova jártok iskolába? Itt Hölgyészre járunk iskolába. Az nincs olyan messze. Nincs. Tulajdonképpen mi szeretnél lenni? Hát nem tudom, fogalmam sincs. Nem fogott meg apád foglalkozása? Hát nem. Nem? Nem, annyira. Hát pedig ez egy... Közül a legjobban, mert nagyon jó, hogy apuk még nagyon sokat van kint a természetben. Szerintem a Hunorból és az Áronból belül könnyen lehet majd előbb-utóbb vadász, de az Áronból még simán el tudom képzelni, hogy erdész is lesz. Hát muszáj tovább jönni. Dolgokat. Legalább egy ember csinálja azt, amit a papa. Nagyon örülök, hogy megismerhettek benneteket, és gratulálok, hogy ilyen szép családod van. De egy kicsit el vagyunk csúszva időbe, és vár ránk egy meghívás. Úgyhogy jó tanulást kívánunk a gyerekeknek. Köszönöm. És akkor, ha nem haragusztok, mi elindulnánk. Jó? Szervusztok, és további jó tanulást. Köszönöm. Szervusztok! Letelt a 3 óra, megnézzük, hogy mit dolgoztunk. Megérte esetleg azt. Itt van az eredmény. Kicsit forcsod. Szerintem. Ezt most hoztuk ki a kemencéből.
És ez pedig így néz ki. Elég lesz szerinted ez a étel? Hármunknak? Igen, de szerintem jönni fognak még a többiek is, még a többi kollégák. Hát reméljük, hogy valaki segíteni fog. Így van. Egy elég fárasztó nap után vagyunk túl, úgyhogy szerintem mindenki megérdemli, hogy egy ilyen fantasztikus vacsorában részt vegyen. Nos, íme az erdőgazdaság egy napja. A Gyulay ZRT területei nem okvetlen a nemestölgy íróasztalok vagy a főúri szalonok alapanyagát adják. A pattogó fahasábok nyújtotta meleg biztonság forrásai gazdagnak, szegénynek egyaránt. A jövőbeni 2108-ban befűtött kandallókba szánt tűzifa ma indul növekedésnek Gyulay erdeiben. Utódaink otthonának melege tehát a mi kezünkben van. Azon az erdészeti tudáson, figyelmen és szakértelmen múlik, melynek tartalma és egyben szellemisége is, amíg csak erdő az erdő, változatlan és örök.